Köszöntjük kedves nézőinket! Önök a Jobbik Karceg online televízió adását látják. A Kovács Mihály emléknapok megemlékezési ünnepség és a Szerepi Lakossági Fórum összefoglalóját látják riportokkal. A Kovács Mihály emléknapok megemlékezési ünnepsége a Kovács Mihály Huszár Bandérium felvonulásával kezdődött. A felvonulás, melyet az iskola mazsoret csoportja folytatott, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvós zenekarának közreműködésével történt. Rapáhné pap Ágnes köszöntője után dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke ismertette az ezredes életútját. Az iskola Kovács Mihály emlékplakettel ajándékozta és köszönte meg dr. Fazekas Sándornak az Egyesület elnökeként végzett munkáját. Brian Gass, az USA Magyarországi Nagykövetség politikai osztályának munkatársa, Eleni Csakopoulos Kolnalkis nagykövet asszony levelét olvasta fel. A megemlékezési ünnepség után Brian Gass, az USA Magyarországi Nagykövetség politikai osztályának munkatársa interjút adott kameránknak. Köszöntöm a Karceg Jobbik TV nézőit. Itt állok Brian Gass úrral, aki az Egyesült Államok nagykövetségéről van. Mr. Gass, first of all, welcome to Karceg. Have you ever been to Karceg before? This is my first visit. It's a pleasure to be here. And how do you like the town? How do you like the surrounding things? Well, as I said, I've just arrived. I arrived for the ceremony, so I haven't had much of a chance to see the rest of the town yet, but the ceremony, the enthusiasm of the local people, the dedication to keeping history alive, bringing history alive for the young people as well is wonderful. That's good. Thank you very much for being here. My second question is going to be a little bit political, not that much. I mean, most of the critics say that Hungarians tend to over-politicize their life. Do you think that's true? And if you think it's true, how would you change that? I couldn't say. You couldn't say, so it's, so you don't agree? That's something that Hungarians would have to decide among themselves. All right. The next question is going to be, what do you think, which is the biggest treasure of Hungary? I mean, if they mention the word Hungary, what comes into your mind first? The biggest treasure of Hungary, I suppose, its people, their history, their imagination. What they've contributed to the culture in terms of the world, in terms of art and music, certainly. Right. And would you like to come back to Karceg in the near future? Well, I'm only here for a relatively short time, but every time I get a chance to get out of Budapest and visit another place in Hungary and see more of the regional differences and similarities, it's always wonderful to get to know a country in depth. Yep. And just one really common question, which is your favorite Hungarian food? My favorite Hungarian food. I must confess a partiality to halászlé. All right. Thank you very much for your kindness giving us an interview and see you soon in Karceg. Thank you again. Kameránkkal Hajdú-Bihar megye 6-os számú választókerületének Szerep nevezetű településén jártunk. Látogatásunkkor a helyi Jobbikos alapszervezet lakossági fórumot tartott. A rendezvény témája az országgyűlési képviselő választás volt. A fórumon mintegy 60 fős hallgatóság jelent meg, akik előtt beszédet mondott Novák Előd, Dúró Dóra és Rigán István. Első felszólalóként Rigán István állt a mikrofon elé, és felvázolta országgyűlési programját. Beszédében többek közt ismertette a Jobbik által kidolgozott negyedik Béla elnevezésű tervezetét. Ennek lényege, hogy a magyar gazdaság fellendítése érdekében egyszerre kívánja megoldani az államadósság problémáját, elkerülni a nemzet demográfiai katasztrófáját, és felszabadítani az országot a gyarmati függőség alól. Rigán István kiemelte, hogy az országgyűlésbe történő bekerülése esetén ezeknek a céloknak a megvalósításáért minden erejével dolgozni fog. Ezt követően Dúró Dóra szólalt fel.
Beszédében a Fidesz oktatási politikájáról, majd az iskolák és óvodák bezárásáról tájékoztatta a közönséget. A harmadik felszólaló Novák Előd volt, aki többek közt beszélt a radikális változtatások lényegi kérdéseiről és az országgyűlésben végzett eddigi munkájáról. A szereptelepülésen rendezett lakossági fórum után kameránknak nyilatkoztak az előadók. Közvéleménykutatások szerint a Fidesz népszerűsége csökkent. Ön lát ebben rációt? Mit gondol erről? Igen, hát már a közvéleménykutatások is olyan magas támogatottságot mutatnak a Jobbiknak, mint még soha. Elsősorban ezt értékelem pozitív fejleményként. Persze ez a nagyon magas érték sem éri el még azt az eredményt, amit valójában elértünk a választáson. És különösen itt Püspökladányban egy 23,5%-os eredményt értünk el a tavalyi választásokon. Én nagyon bízom benne, hogy a mostani időközén pedig erre még jobban rá tudunk dobbantani, és vagy a győzelem esélyével, vagy ha az esetleg még mindig emiatt a sokat emlegetett narancsköd miatt nem lenne reális, akkor is egy olyan üzenet lenne az egész országnak, hogy radikális változtatásra tart igényt a vidék magyarsága. Milyen eredménnyel lenne elégedett a püspökladányi polgármester választáson? Hát a múltkori eredmény, azt gondolom már, amit a régióban elértünk, az egy komoly siker lenne, hogyha azt még felül is tudjuk múlni, amire minden esélyünk megvan, hiszen az emberek egyre inkább kiábrándulnak az elmúlt egy év kormányzásából. A konkrét helyi viszonyokkal nem vagyok egészen tájékozott, de meggyőződésem, hogy a munkahelyteremtés terén, ami itt a régióban a legnagyobb probléma, városi szinten sem tudtak mit kezdeni, úgyhogy ide szintén gyökeres változásokra lesz szükség. A Fidesz az oktatási törvényt is módosítani akarja. Véleménye szerint ez segíteni fog Magyarországon az oktatás terén? Hoffmann Rózsa irányvonala, azt gondolom, hogy eléggé nemzeti és a Jobbik programjához legközelebb álló kormánytagról van szó, tehát nagyon bízom benne, hogy az oktatási államtitkárság akarata fog érvényesülni, azonban vannak sajnos vészjósuló jelek, például Pokorni Zoltán egyértelműen a liberálisabb irányvonalat képviseli, illetve hát Matolcsi György gazdasági miniszterként pedig a gazdasági szempontokat szeretne érvényesíteni az oktatásban is, úgyhogy még nem látjuk azt, hogy milyen irányvonal fog győzedelmeskedni az oktatáspolitikában. Reméljük, hogy a Nemzeti kerül ki győztesen ebből a belső pártharcból. Ugye Magyarországon az iskolák összetételét megítélve is látható a cigányság növekedése. Van erre programja a Jobbiknak, és hogyha igen, akkor mi az? Természetesen szeretnénk azt a rendszerváltás óta is tartó generációs láncot megszakítani, ami a cigányságra jellemző. Sajnos most már eltelt 20 év, és felnőtt egy olyan generáció, akik nem látták dolgozni a szüleiket, és nem tanulták meg azt a családjukban, hogy a munka az egy érték, és a megélhetés forrása. Ezt sajnos nem a családban, hanem máshol, az iskolában kell nekik biztosítani, ezért szeretnénk létrehozni a bentlakásos iskola hálózatot, ami megoldást kínálhat ezeknek a nehéz sorsú gyerekeknek a számára, hiszen itt megtanulhatják azt, hogy az iskolában hogy kell viselkedni, megtanulhatják azt, hogy mik a valódi értékek az életben, például a munka, a rend, és hogyha ezt megtanulták, akkor ők is hasznos tagjává válhatnak a társadalomnak. Látom, édesanyja lesz nem sokára. Megkérdezhetem, mikor várják a babát? Augusztus 20-ára vagyunk kiírva, ami Pona Gábornak is a születésnapja, túl azon, hogy egy gyönyörű nemzeti ünnepünk is. Nagyon izgatottan várjuk, szerencsére eddig egészséges a gyermekünk, úgyhogy reméljük, hogy ez a későbbiekben is így marad. Azt lehet tudni, hogy kisfiú lesz, vagy kislány? Igen, már tudjuk, kislány lesz. Név már megvan? Még az új nevet szeretnénk neki bejegyeztetni, és ezt a Magyar Tudományos Akadémián kell engedélyeztetni. A Hunor férfi névnek szeretnénk egy női változatot megalkotni, és akkor Hunora lenne a neve. Informális levelezések alapján úgy tűnik, hogy ezt engedélyezni fogják. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy ki alkotta meg a negyedik Béla tervet, mit foglal ez magában, és mit segíted ez a mai embereknek? Ez a Jobbik válságkezelő terve, az ország problémáinak a megoldását ebben a tervben látjuk. Az ország jelen pillanatban hármas sabla helyzetben van, a multinacionális nagy tőke fogja egyszer, másodszor az adósság csapda, amely sajnos folytogatja az országot, és a harmadik pedig a demográfiai csapda.
Az elképzelésünk szerint ezt a hármas kérdést egységesen kell kezelni, és így talán ki fogunk kászálódni ebből a szakadékból. A választásokon milyen eredményeket vár? Véleményem szerint jó eredmény fog születni ezen a időközi választáson. Bízom benne, hogy a narancsköd elszáll az emberek fejéből, és a programunkat jónak találva az új erőt, az igaz erőt fogják választani. Köszönöm szépen! Kedves nézőink! A Lakossági Fórum teljes videóját a www.karcagjobbik.tv honlapon tekinthetik meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!